Iskola kezdés, közel 800 első osztályos ül az iskolapadba Szekszárd környékén. Teltházzal kezdenek, 26 év után újra van bölcsőde Simon tornyám. Kábítószer, kereskedéssel is gyanúsítják a 29 éves tolnai férfit. Adomány, a nemzetőrség segített a kórház hospice osztályának. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Közel 800 első osztályos és majd 9000 diák kezdi meg szeptember 3-án hétfőn a tanévet a szekszárdi tankerület iskoláiban. Az intézményekben már pénteken minden készen állt a gyermekek fogadására, van, ahol már a hétvége előtt megtartják a tanévnyitó ünnepséget. A leendő elsősöknek készítenek az iskolapadra meglepetést. Hétfőn megkezdődik a hivatalos tanév a diákoknak. Az iskolai munka a pedagógusoknak már augusztus első heteiben is zajlott. Az augusztus vége mindig nagy izgalommal teli mind a pedagógus, mind pedig a diákok számára. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a gyerekeket kellemes környezetben fogadjuk. Az első osztályosok tantermei is készen állnak már a gyerekek fogadására. A szekszárdi tankerületi központ által friss festéssel, a tanítónénik részéről, illetve a város részéről pedig kis meglepetéssel, illetve színes hangulatos dekorációval várjuk majd a legfiatalabbakat szeptember 3-án. Tehát pár nappal a kapunyítás előtt a Garai János általános iskolában már minden készen áll a tanítás megkezdésére. Az új nebulók ismerősként fogják átlépni az iskola küszöbét, köszönhetően a gólyanapnak, ahová a leendő első osztályosokat és szüleiket hívják. A gólyanap nálunk már rendhagyó az iskolában, azért tartom jónak, mert a gyerekek nem ismeretlenül találkoznak az első napon egymással és a tanítónénikkel, hanem már egy picit bele tudnak csöppenni az iskola világába. Nálunk ez az idén egy picit másként alakult, nem augusztus végén találkoztunk, hanem a tanév végére szerveztük, mert a szülőknek úgy volt inkább alkalmas. A tankerülethez tartozó iskolákban a nyarat a felújításokra, szépítésre használják fel sok esetben. Több iskolánk is megújulhatott, ugye évtizedes elmaradásokat sikerült ezzel pótolnunk, illetve az eszközbeszerzések is zajlanak, és úgy új padokat és egyéb taneszközöket tudunk az iskolák számára biztosítani, amely reméljük, hogy a sikeres tanévkezdéshez sok segítséget fog majd biztosítani. A tankerülethez tartozó iskolákban közel 9000 diák ül újra iskolapadba. A 2018-19-es tanévben majd 800 első osztályos kezdi az iskolát. 2018. augusztus 15-ével Pekári Géza lett az MBN Paksi Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója. Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója kiemelte. Pekári Géza személyének megválasztásában a teljes szakma egyetértett. Tekintve, hogy az új vezérigazgató ezt megelőzően a Paksi Atomerőmű műszaki vezérigazgató helyettese volt, az átadás-átvétel folyamata gyorsan és zökkenőmentesen megtörtént. Nagyon fontos hangsúlyozni, és a miniszter úr is szokta hangsúlyozni, hogy ez csak közösen vihető sikerre ez a feladat. Alapvetően a Paks 1 gyakorlatilag a Paks 2 múltja, a Paks 2 pedig a Paks 1 jövője. A szakember hiány sok szakmát érint. Sajnos az erőművel kapcsolatosan is érzékelik ezt a problémát. Abban bízik, hogy az új blokkok építésével vonzó környezet alakul ki a jövedelmi viszonyok terén. A versenyképes ajánlatokkal próbálják a munkaerőt megtartani és Paksra hívni. Úgy gondolom, hogy az elmúlt 15 évben egy olyan útvonalra állítottuk az erőművet, ami helyes, és azt szeretném, hogy ezen az útvonalon mozogjon tovább ez a hajó, ez az erőmű. Összességében az alaptevékenységünk az, hogy biztonságosan, olcsón, környezetbarát módon állítsunk elő villamos energiát közmegelégedésre. Ez a küldetésünk, ezt fogjuk végezni. Nem gondoljuk, hogy ettől eltérő más feladatokat kell a nyakunkba venni. Fontosnak tartja, hogy a térség ismerje és elfogadja az erőmű tevékenységét. Ezért is működtetik a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulást, és segítik a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulást. A civil szervezeteket a lehetőségeikhez mérten a továbbiakban is ugyanúgy támogatni fogják. Az új vezérigazgató kihangsúlyozta. Új kihívások előtt állnak, de ezeknek meg fognak felelni. Mindezt úgy, hogy megőrizzék azt a vállalati kultúrát és csapatot, akik 30 éve összekovácsolódtak ebben a nukleáris iparágban. 26 év után újra lesz bölcsőde Simon tornyán. Az önkormányzat többszöri sikertelen pályázat után úgy döntött, saját forrásból alakítja ki az intézmény, mert van rá igény.
12 millió forintot szavazott meg a Simontornyai képviselőtestület a bölcsöde kialakítására, ebből belső átalakítást végeztek az óvoda épületében, így az a sajátossága is meg lesz az intézménynek, hogy nem kell másik épületbe vinni a gyerekeket, mikor elérik az óvodáskort. Egy csoporttal indul a bölcsöde, ennek alakították ki a csoportszobáját, amihez gyerekmosdó, fürdető és pelenkázó is tartozik. 12 kisgyerek jár majd ide szeptembertől, de így sem sikerült minden igényt kielégíteni. Az óvodában több mint 100 fővel kezdjük meg az idei tanévet, a bölcsödében 12 fővel kezdjük meg a működést, és van olyan jelentkező a bölcsödére, akit férőhelyhiány miatt sajnos el kellett utasítsunk. Simontornyán 1992-ben gyermekhiány miatt kellett bezárni a bölcsödét, utána 26 éven keresztül nem volt ilyen intézmény a városban mostanáig. A gyermekeink létszáma, hála Isten, növekszik. Egyre nagyobb az igény a fiatal anyák részéről, hogy bölcsödébe tudják elhelyezni a gyerekeiket, hogy vissza tudjanak menni a munkahelyre. Az önkormányzat többször is sikertelenül pályázott a bölcsöde kialakítására, ezért döntöttek úgy, hogy saját erőből vágnak bele. Pályázatuk most is van bent az egész épület együttes felújítására, remélik ezúttal sikerrel járnak. Kábítószert találtak a rendőrök Tolnán, házkutatás során ráleltek a gyanús anyagra, de emellett a férfit kereskedéssel is gyanúsítják. Egy 29 éves tolnai férfi lakásán találták ezeket az anyagokat a rendőrök, a szakértő megállapította, hogy kábítószerről van szó, a hatóanyagát még vizsgálják. A kollégáim előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették a 29 éves férfit, kábítószerkereskedelem büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya folytatja le az eljárást. A rendőrök tovább bekezdeményezték a gyanúsított letartóztatását is. A Magyar Nemzetőrség Szekszárdi szervezete folyamatosan nyújt adományokat rászorulóknak, ezúttal a Balassa János Kórház frissen átadott hospice osztályának felszerelését segítették. A kórház rekonstrukciójának keretében július 1-én adták át a krónikus belgyógyászati osztály hospice részlegét. Bár a részleg jelenleg jól felszerelt, olyan eszközök hiányoztak, melyek komfortosabbá teszik az ápolók és a betegek mindennapjait. Ebben sietett az intézmény segítségére a Magyar Nemzetőrség Szekszárdi szervezete. Az adományból kaptunk egy hűtőszekrényt, egy mikrohullámos hűtőt és 10 darab széket, ami nekünk nagyon-nagyon fontos, és a székeknek a fertőtleníthetősége, tisztíthatósága az első rangú rendű feladat a betegellátásban. A nemzetőrség folyamatosan nyújt támogatást a rászorulóknak, ennek a folyamatnak volt egy állomása a hospice részleg megsegítése, mondta Kovács János vezérőrnagy. A Magyar Nemzetőrség Országos Szövetsége Tolna megyei szervezete kapcsolatban a kórházom már több évtizede, és az elmúlt időszakban kórházi ágyat, illetve járószékeket adtunk a kórháznak a matracokkal együtt, és most ebben értük a hiányát, és azért esett a kórház a választás, hogy mikrohullámos hűtő és karosszékek kerülnek átadásra. A most átadott adomány egy része a krónikus belgyógyászatnak szánt adományból. Az ígéret szerint rövidesen újabb segítség érkezik az osztályra a nemzetőrök jóvoltából. Az országos átlaghoz képest jól alakult Tolna megyében a napraforgó terméshozama, ám a szakértők szerint még jobb is lehetett volna az idei év, ha elmaradtak volna az elmúlt hetekre jellemző asszályos időszakok. Már aratják a napraforgót Tolna megyében. Az országnak ezen a részén 37,5 ezer hektárnyi területen vetettek ebből a növényből a gazdák. Ez a szám folyamatosan nő, mert a napraforgó sokkal jobban viseli az aszályos száraz időszakot, mint például a kukorica, így a gazdáknak biztosabb jövedelmet jelent. Tavasszal a vetést követően még jelentős eltérések mutatkoztak a megyében a napraforgó fejlődését tekintve. A virágzás időszakára viszont ezek az egyenlőtlenségek Tolna megye szerte megszűntek, szinte mindenhol teltányérok fejlődtek. Azért csak szinte mindenhol, mert a növényvédőszerekkel nem kezelt táblákban előfordultak gombás megbetegedések. Az elmúlt hetek aszályos időszakait viszont rosszul viselte a növény, főleg emiatt, ugyanúgy, mint a legtöbb haszonnövény esetében, a napraforgót is korábban kezdték aratni idén. Sokan már egy hete kint vannak a földeken. A termés átlag 3-4,5 tonna között mozog, ami országosan jónak mondható, ám a gazdák szerint jobb is lehetett volna a termés, ha nincsenek aszályok augusztusban.
Ünnepi testületi üléssel kezdődött a 9. medinai művészeti napok, ahol a település vezetése elismerésekkel jutalmazta a Medináért legtöbbet tevő polgárait. Az ünnepségen megemlékeztek a falu neves tanítójáról és zenészéről, Kőszegi Mártonról. Ha csak 10 emberből 2 szereti meg a zenét, tovább fogja vinni ezt a kultúránkat. Nekünk ebből kell táplálkozni, mert a falu az erre hivatott, hogy zenészeket tápláljon. A medinai művészeti napok megnyitásaként nem véletlenül kaptak ismét olyan muzsikusok elismerést, akik életüket tették a zenei hagyományok továbbéltetésére. Szabó József és Szabó Nikáncs Tünde évtizedek óta munkálkodnak a népzenei hagyományok megmentésén és továbbadásán, mint ahogy a posztumusz díjjal kitüntetett Kőszegi Márton a falu egykori tanítója is tette. A medinai művészeti napok 9 esztendő után megújulás útjára lép, mondta Vén Attila polgármester. A következő évben egy összművészeti fesztivált szeretnénk, és ebben 7 faluval közösen, ami még nagyon régi álom volt, de sokszor hiszem is valahogy a felbont gondolatoknak mindig megérik a gyümölcse. Az idei rendezvény nyitó eseményén a település megemlékezett egykori tanítóbácsiáról, muzsikusáról, közéleti emberéről, Kőszegi Mártonról, aki már a 70-es évek elején olyan színvonalú oktatást szervezett a településen, mely megfelelt a kor nevelésében a legmagasabb színvonalnak. Ott volt a filmvetítő fönn a falon, ott volt a mozigép, a mozgó filmvetítő, és ott volt a gyerekek padján a dugó, a visszajelző. Ő a lekontrollálta a nevelői asztalról, és egy nyáron keresztül Marci bácsi, Miklós bácsi, meg én is segítettem. Húzkodtuk be a zsinorokat, és ezt megcsináltuk. A medinai művészeti napok keretében a következő napokban koncertet ad a település és a vidék összes művészeti csoportja és együttese, és földép többek között Balázs Fecó is. Regionális híreink következnek. Megbecsülés, közös munka, fejlesztések, központi bányásznap Pécsett. Zöld áram 2000 háztartásnak napelem telepeket épített az E.ON. Tömegbaleset az M7-esen, 9 autó ütközött, 4 órán át zárva volt a stráda. Megbecsülés, közös munka, fejlesztések. Többek között ezekről a témákról beszéltek a 68. központi bányásznapi ünnepségen Pécsett. A rendezvényre az ország szinte minden pontjáról érkeztek bányászok. A köszöntő beszédekben szó esett a szakma és az atomerőmű kapcsolatáról, a dolgozók munkájának fontosságáról és jövőbeni fejlesztésekről. A Vivat Bacchus előadásával vette kezdetét Pécsett a 68. központi bányásznap. Az ünnepségre az ország különböző pontjairól érkeztek olyan munkások, akik ebben a szférában dolgoztak, illetve dolgoznak a mai napig. A Bánya Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke emlékeztette a megjelenteket, milyen fontos ez a kemény fizikai munka. A bányásznap ennek az embert próbáló tisztességes munkának, összefogásnak, a bánya munkához szükséges tudásnak az ünnepe. A bányákat az emberek alakították, alakítják ki, az ő munkájuk járul hozzá az ásványi nyersanyagok biztosításához, az energiaellátáshoz. Az eseményen Süli János tárca nélküli miniszter is részt vett. Köszöntőjében elmondta, rengeteg kapcsolódási pont van az atomerőmű és a bányászat között. Kötöttünk az atomerőmű révén a kitermelt urán hasznosításába, amikor még működött a bánya. Kötődünk abba a munkába, amit a 20 éves Mecsekérc végzett a térségünkben, akár a átmeneti tároló megépít, akár a kis és közepes aktivitású. Kadárják Péter, energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkár a jövőbeni fejlesztésekről tájékoztatta a közönséget. Az előttünk álló időszak legfontosabb feladat, hogy elősegítsük a bányászat hazai adottságokra, mint a versenyképes szaktudás, gyakorlati tapasztalatok, a magyar innovációs képességek, a meglévő kapacitásokban rejlő lehetőségek és a korszerű technológiák közti szinergiákra épülő modernizációját. Az ünnepségen elhangzott, fontos a bányász szakma megbecsülése, legyen szó kavics, kő vagy homokbányáról, vagy az egykori pécsi uránbányáról, mely az országban egyedülálló volt.
Június végén rendszerbe kapcsolta az első saját napelemeit az E.ON. A Szigetváron telepített 7 darab 500 kW névleges teljesítményű egység és a mohácsi 500 kW-os napelempark 2000-nél is több háztartás éves energiaigényét biztosítja megújuló forrásból. A 1,5 milliárd forintos beruházást több hasonló követi a közeljövőben. Az energiavállalat célja, hogy megháromszorozza jelenlegi napelemes kapacitásait. Ebben a kis filmben foglalja össze az E.ON a szigetvári napelem telepének létesítési munkálatait, de nem csak egy baranyai helyszínen épített az energiaszolgáltató ilyen áramtermelő létesítményt. Szigetváron és Mohácson adtuk át az E.ON első napelem telepeit, amelyek 1,5 milliárd forintos beruházással valósultak meg. 10 hektárnyi területen 17 000 napelem modult építettek be a szakemberek, összességében a létesítmény több mint 2000 család éves áramellátását fedezi mostantól teljesen megújuló forrásból. Mindezt a következő 25 évben. Ezzel pedig a cég hozzájárul ahhoz, hogy hazánk éves széndioxid kibocsátása 2000 tonnával csökkenjen. A tervezés és kivitelezés után az üzemeltetést is az energiavállalat végzi. 9 jármű karambolózott csütörtök délután az M7-es autópályán. A műszaki mentés idején teljes útzár volt a stráda érintett szakaszán. A munkálatok mintegy 4 órán át tartottak, a balesetben egy ember súlyosan, 7 könnyebben sérült. A baleset 3/4-11 magasságában történt az M7-es autópályán, Siófok térségében a 102-es kilométernél Letenye irányába. Egyelőre tisztázatlan körülmények között 9 autó rohant egymásba, egy kamion pedig a szalagkorlátot is átszakította. A vizsgálat és a műszaki mentés idejére lezárták a pályaszakaszt. Délután 1 órakor már jelentős volt a torlódás. Több kilométernyi kamion, illetve busz gyűlt össze, a személyautókat egy ideig el tudtuk terelni, aztán a kollégám a 98-as csomópontnál letereltek mindenkit. Mennyi ideig tarthat még a műszaki mentés? Szerintem olyan körülbelül 1 órán keresztül még biztos számítani kell a közlekedőknek forgalomkorlátozásra. Egy órával később már majdnem minden sérült járművet sikerült elszállítani, de hátra volt még a sérült kamion műszaki mentése. A műszaki mentés és az útzár nem sokkal 2:30 után szűnt meg az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán. Megnövekedett a lakó ingatlanok adásvétele az utóbbi időben hazánkban. Kirívó esetben egy vásárlás akár 200 milliós illeték kötelezettséggel is járhat. Persze nem ez a leggyakoribb, de illetéket a legtöbb esetben fizetnie kell a vevőnek. Ez az egyik népszerű ingatlan közvetítő cég irodája Pécsen. Az utóbbi időben jelentősen megnövekedett a lakóingatlanok adásvétele. Szakértők szerint a tervezett áfaváltozás miatt nőtt meg az üzletkötések száma. Azonban a lakásvásárlás illetékfizetési kötelezettséggel is jár, ami a vevőt terheli. A hatályos szabályok szerint 1 milliárd forintig 4%-ot, azon felül 2%-ot, de maximum 200 millió forintot, illetve, hogyha tulajdoni hányadot szerez az új tulajdonos, akkor pedig illetékszámításánál arányosítani kell a kötelezettséget. De lehet kedvezményeket érvényesíteni az illeték megfizetésekor. Hogyha valaki vásárol egy ingatlant, és azt megelőzően 3 éven belül eladott egy ingatlant, vagy azt követően 1 éven belül eladja az ingatlanát, akkor a cseréhez hasonlóan a forgalmi érték különbözet lesz, majd az illetéknek az alapja. Természetesen ezeknél a számításoknál a haszonélvezeti értékeket is figyelembe kell venni. Sok család új lakás vagy házvásárlásba vág bele, vagy éppen építkezésbe kezd. Ezekre is vonatkoznak kedvezmények, mentességek. Az új lakóingatlan értéke a 15 millió forintot nem haladja meg, akkor illetékmentességről beszélünk, illetve hogyha 30 millió forintot nem haladja meg az ingatlannak a vételára, akkor az arányos részt lehet, 15 millió forinttal arányos részt lehet illetékmentességként igénybe venni. Építési telekvételekor 4 éven belüli építkezés esetén illetékmentes. Ezt az építésügyi hatóságnál be kell jelenteni. 35 éves korig az első lakáshoz jutók az illeték 50%-áig kedvezményre jogosultak. A gyermekek többsége még sosem nyaralt, és a Balatonnál sem járt.
ezért fontos, hogy élményekkel térjenek haza Erdélybe. Erről beszélt a köztársasági elnök felesége a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Herceg Anita a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Gyergyó Szent Miklósi Szent Anna otthonának 18 lakóját látogatta meg. Amíg a csapat egyik fele a Balatonban fürdött, addig a többiek csocsóztak, hintáztak, vagy éppen egy sorversenyen mérték össze gyorsaságukat. Számos programmal várta idén is a határon túli gyermekeket az Erzsébet tábor. Voltunk tegnap előtt sárkányhajózni, máma megyünk sétahajózni. Fürödünk, programokra járunk, és játszunk. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány Gyergyó Szent Miklósi Szent Anna gyermekotthonából 18 gyermek tölthet el egy felejthetetlen hetet a Balaton partján. Szeretek itt lenni. A kicsik egész évben erre készültek. Már télen is, amikor valami ruhákat kapunk, válogatjuk, már úgy válogatjuk, hogy ez a Balatonra jó. És már térről arra készülünk, hogy jövünk a Balatonra, és mikor hazamegyünk. Karácsonyig ez a téma, ezt mesélik el, mert mindig eszükbe jut még valami, amit még nem meséltek el. A köztársasági elnök felesége is ellátogatott a Fonyódligeti táborba, ahol a sorversenyekbe is bekapcsolódott. Herceg Anita arról beszélt, az anyaországi és a határon túli gyermekekben is az összetartozást erősíti a közös kikapcsolódás. Nekik még nehezebb a sorsuk, de hát minden nehéz sorsú gyerek számára szerintem illő és helyes a segítségnyújtás. Ez oda-vissza működik, tehát szerintem fontos, hogy a magyarok találkozzanak a erdélyi vagy határon túli felvidéki gyerekekkel, tájakkal, emberekkel, sorsokkal, de ugyanígy a határon túli gyerekeknek is fontos, hogy az anyaországba eljussanak élmények, közös élményekkel, közös találkozásokkal gazdagodjanak, mert ez az összetartozásunkat erősíti. Idén minden eddiginél több gyermek kapcsolódhat ki a Balatonnál. Idén nyáron 11 turnuson keresztül csaknem 30 ezer gyermek tartalmas és élménydús kikapcsolódása biztosított. Ezek az Ánkai és a Fonyódligeti Erzsébet táborokban valósulnak meg, továbbá a napközi Erzsébet táborokban, amelyek az ország több száz pontján várják a gyermekeket. Évvégéig várhatóan 126 ezeren jutnak el az Erzsébet táborokba. A programokra a kormány 4,4 milliárd forintos költségvetési támogatást biztosít. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Iskolakezdés. Közel 800 első osztályos ül az iskolapadba Szekszárd környékén. Teltházzal kezdenek, 26 év után újra van bölcsőde Simon tornyám. Kábítószer, kereskedéssel is gyanúsítják a 29 éves tolnai férfit. Adomány, a nemzetőrség segített a kórház hospice osztályának. Hétvégén hidegfront érinti a nyugati országrészt, itt várhatóan kisüt a nap, füllet meleg idő alakul ki ismét, de délután növekvő gomoly felhőzetre, esténként zivatarokra is kell számítani. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is keressenek bennünket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkeltheti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére. Viszontlátásra!